A Biancát egy hete operáltam, egy pár dolgot szeretnék megmutatni rajta, hogy mindenkinek közérthetőbb legyen az, hogy mit kell csinálni a laparoszkópia után, meg hogy néz ki valaki egyhetesen, meg hogy milyen egy gipszlevétel. Ezzel kapcsolatban nagyon sok tévhit van, mindenki azt hiszi, hogy nagyon fáj, nagyon nagy szenvedés, de ezt most be fogom mutatni, hogy ez egyáltalán nem olyan rossz, mint amit gondolnak róla az emberek. A nagy átlag nagyjából így néz ki, mint hogy a Bianca egy hetesen. 7 naposan van gipszlevétel, meg egy pici varalszedés, és erre érkezett vissza a Bianca. Van egy pici bevérés a szeme körül, a nagy átlag azért ennél kicsivel kevesebb, ennek már csak színe van, és nincsen bedúzzadva. Ezt majd, ha levesszük, akkor egy kis sminkkel el lehet tüntetni, és pár nap után ez teljesen felszívódik. Ilyen maga a gipsz, nem túl szép, de ez a legpraktikusabb. Sokszor arról beszélnek az emberek, hogy nyilván van ennél úgymond modernebb dolog, amikor egy műanyag rögzítést rakunk az orra, ami sokkal szebben néz ki, viszont funkcionálisan közel se olyan jó. Azt tudom mondani, hogy a világ 5 legjobb sebésze, mondjuk Amerikában is, meg az egész világot nézzük, gipszet használ. Tehát itt, hogyha azt mondja valaki, hogy a sokkal jobb a műanyag rögzítés, és ez modernebb, annak abszolút nincsen igaza. A gipsz akármilyen nem is szép, mert nem esztétikus, de ez a legjobban modellálható, és a legjobban ezt segíti a gyógyulást az első héten, úgyhogy ezért használok én gipszet, és ezért néz ki ez így, ahogy kinéz. Nem olyan szép, viszont ez a legjobb funkcionálisan abból a szempontból, hogy a legszebben gyógyul az orr a gipsz alatt. Amit most fogunk tenni, azt egyrészt megmutatom, hogy hogyan kell orrot tisztítani. Ez mind az egész hétre vonatkozik, most már nem ezt kéne csinálni, csak a Biancán megmutatom, hogy mindenki értse, hogy a műtétet követően milyen az orrtisztogatás. Nagyon fontos egyrészt, hogy nem szabad fújni egy hétig az orrot. Az azért nagyon fontos, mert hogyha fújjuk az orrot, akkor az orrban nyomás keletkezik, elmozdulhatnak a csontjai, egy picit hiába tartja a gipsz kívülről, plusz bevérezhet, ezért egész héten nem szabad orrot fújni, csak törölgetni. Folyik belőle az első napokban egy picit véres, híg, rózsaszínes váladék, ami egyre tisztább, egyre kevesebb, ez kb. 3-4-5 napig folyik, és egyre tisztább lesz. Ezért mindenkinek kell állandóan papírzsebkendő legyen a kezébe, és ami kifolyik, azt törölgetni kell. A másik nagyon fontos dolog, hogy használni kell egy orrsprét, ami Nazivin. Felnőtt Nazivin orrspray, ezt naponta 5-6-szor, tehát 3-4 óránként egyet-egyet kell fújni az orrba, nem kell a fejet előrehajtani, semmit, normálisan ülve vagy állva. Nem fogom megcsinálni, csak mutatom, be kell helyezni, és mindenki egyet felébe, a másik felébe egyet, és ezt naponta 5-6-szor, tehát 3-4 óránként meg kell tenni. Ez egy nyálkahártya szűkítő orrspray, ami segíti abban, hogy jobban kapjon a levegőt, és ne legyen az orr túlságosan bedúzadva belülről. A következő nagyon fontos dolog, hogy az orr üreget, az orr üregnek az első részét, az ilyen fültisztító párcikával tisztogatni kell. Bármilyen fanyelű, műanyagnyelű, teljesen mindegy, hogy milyen, pici vattának kell lenni a végén, ez változó hosszúságú, de nagyjából 6-7-8 mm hosszú vatta van általában, ez a legegyszerűbb bármilyen megfelelő célnak. Ezt be kell nedvezni, sima csapvíz, Magyarországon a csapvíz elméletileg steril, és egy picit be kell nedvesíteni, hogy ne legyen teljesen száraz, ennyire. Jó? És amíg a vattás része van, addig be fogok nyúlni elnézést, ezt ő is csinálta nagyon sokat, mert nagyon szép tiszta az orra. Tehát amíg a vattás része be van, azt be kell nyúlni az orrüregbe, és körbe-körbe tisztogatni kell. Nagyon fontos, hogy itt a sarkában is itt varatok vannak, és körbe-körbe tisztogassuk. Nyilván lehet ez kívül is, ami rászállt vér van, ennek nincs túl nagy jelentősége, csak esztétikai. A lényeg, hogy amint hazaért valaki, minél előbb el kell kezdeni, és minél többet kell csinálni. Azt szoktam mondani, hogy óránként minimum 2-szer, de tőlem naponta 1000-szer is. Állandóan törölgetni kell ezt a felét is, meg a másik felét is, jó? A harmadik dolog, ami nagyon fontos a műtétet követő első héten, az az orrnak az úgynevezett orrszívó-porszívóval való tisztítása. Ezt pici gyerekeknek találták ki, akik nem tudják rendesen fújni az orrukat. Ez több fajta van belőle, van egy manuális, ami ilyen kézi, van olyan, hogy egy pici gép szívja, és a rendes, amit az porszívónak a csövére kell rádugni. Nem mostan porszívót, de meg tudom mutatni, olyan egyértelmű. Ez egy kicsi műanyag cső. Nagyon sok fajta van belőle, nem kell pontosan ezt venni, hanem az a lényeg, hogy ez egy műanyag cső, aminek a két vége van. Az egyik végét kell rádugni magára a porszívónak a csövére. Ez meg is van és cserélhető. Ez megy általában a porszívónak a csövére, rá kell húzni.
Be kell kapcsolni a porszívót, nyilván, hogyha olyan van, amin lehet szabályozni a szívásnak az erejét, akkor érdemesebb nem a legerősebben kezdeni, hanem közepesen vagy gyengén. És ezt a végét pedig finoman ide kell az orr nyílás elejéhez tartani, ezt nem kell bedugni, finoman ide kell tartani, jó? Azért körülbelül ilyen távolságra egy picit be lehet dugni, és mind a két feléből ki lehet szívni az orrvádékot, utána ezt ki kell tisztítani, ki kell mosni, és újra lehet kezdeni. Ezt az első napon, amikor hazamegy valaki, nem ajánlom, egyszer-kétszer ki lehet próbálni, igazából azért, hogy érezze valaki, hogy ez mennyire komfortos vagy nem. A második naptól kezdve, amikor dugul az ember orra, bármilyen gyakran, akár fél óránként le lehet szívni. Ha valakinek valamiért nem tetszik, nem segít abba, hogy kiduguljon az orra, fáj, kellemetlen, akkor ezt nem muszáj csinálni, az emberek nagy többség azonban szereti. Tehát az orrszívó, porszívó az ajánlott, de nem kötelező a többivel szemben, amit eddig mondtam. El fogom mondani, hogy a Biancával kapcsolatban azt is, hogy egy hét után, a műtétet követő egy hét után, hogy kell viselkedni, de miket kell tenni. Ez nyilván a gipszlevétel után négy időszakra vonatkozik, amikor már nincs rajta a gipsz. Ami nagyon fontos, hogy egy hét után nem szabad használni a nazivin osprét. A nazivin osprét, nyálkáti szökítő osprét van nála hozzászokás, hogyha egy-két hétnél hosszabban használjuk, akkor hozzá lehet szokni, tehát azt nem szabad használni egy hét, tíz napnál továbban tartósan. Egy hét után egy Sterimar nevezetű osprét javasolt. A Sterimar az egy márkanév, lehet bármilyen más nevet is használni. Az a lényeg, hogy ez egy tengervizes vagy sós vizes orrspré, és ezzel szabad sprézni. Ugyanúgy, mint a másikkal, naponta 5-6-szor kell befújni. Ebből sima sós víz fog kijönni. Azt majd adjuk a Biancának. Így. Ennek van más neve is, Aquamarine, meg van több néven, igazából teljesen mindegy, de a Sterimar az egyik legjobb, ilyen sós vizes orrspré. Ezt ugyanúgy, mint ahogy a másik orrsprét, naponta 5-6-szor nem kell hátradőlni, nem kell lefeküdni, hanem be kell nyomni egyik orrfélbe, másikba. Itt lehet kicsit többet is, tehát lehet 2-3-szor nyomni egy alkalommal, és ezt naponta 5-6-szor, és az első hét után el kell kezdeni orrot fújni. Nem lehet tisztelőből fújni és befogva, hanem csak így, hogy így lehet orrot fújni az első héten. Az első pár héten, bocsánat. És egy hónap után lehet csak tisztelőben rendesen orrukat befogva fújni. Jó? Tehát ez nagyon fontos, még egyszer, egy hét után nem szabad nazivin orrsprét fújni többet, mert hozzászokás veszélye van. Át kell kérni egy sósvizes vagy tengervizes orrsprére, ebben az egyik legismertebb a Sterimar, de lehet Aquamarine vagy bármilyen más néven is. Naponta ugyanúgy 5-6-szor, itt azonban nem egyszer, hanem 2-3-szor oldalanként be lehet fújni, és utána orrot kell kifújni, amilyen finoman kell csak, vagy finoman lehet. Igen, és nem szabad befogni és erősen nyomni az orrot. Egy hónap az időtartalom, amire figyelni kell még, és nem tehetünk meg mindent, amit egyébként megtennénk. Ezek kis dolgok, de érdemes rá odafigyelni. A legfontosabb dolog az, hogy nem szabad szemüveget, napszemüveget hordanunk. Magyarul az orra, meg az orrcsontra semmilyen súlyt nem lehet helyezni. Nyilván fontos, hogy ne is üssük be, de ez viszonylag egyértelmű. De az a baj, hogy akármilyen könnyű is egy szemüveg, a súlya sajnos elmozdíthatja az orrcsontot, ezért az tilos. Tehát 4 hétig tilos szemüveget, napszemüveget orra rakni a műtétet követően. 4 hét után is ki kell próbálni, hogyha kellemetlen, feszít, nyomó érzés és rossz érzés, akkor érdemesebb még várni addig a pontig, amíg kényelmesen nem lehet szemüveget hordani. Ez a legestre a legfontosabb, hogy ne üssük be, és szemüveget, napszemüveget 4 hétig nem szabad használni, műtétet követően. Műtétet követő első pár héten, pár hónapban teljesen normális jelenség, hogy az orr duzzad, apad duzzad. Ez nem egy állandó duzzanat, van egy minimális fokú állandó duzzanat is, de ez igazából egy változó duzzanat. Elsősorban a szemből képen lehet látni, a profilon nem, de akármilyen inger éri az orrot, erre erősebben reagál, mint egy nem operátor, de egyébként is be van duzzadva. Van egy pár dolog, amit érdemes emiatt betartani, hogy az erősebb duzzadást elkerüljük, és csak a minimális duzzadással szembesüljünk, amit őt követően. Ezért fontos 4 hétig azt, hogy ne végezzünk nagyon erős fizikai munkát, nagyon erős sportot. 2 hét után lehet nagyon finom dolgokat csinálni, jogging, olyan sportot, vagy olyan fizikai aktivitást, ami nem jár kiterjedt fejmozgással, nem jár nagy súlyemelgetéssel, és nem túl intenzív, tehát mondjuk egy joggingot, vagy egy szobakerékpárt lehet tekergetni. A másik dolog, amit érdemes betartani a duzzadás elkerülése céljából, az, hogy nagy hőben ne tartózkodjunk, ez szintén egy hónapig érvényes, vagy az első hónapban fontosabb odafigyelni rá. Tehát a szolárium és sauna az abszolút nem javasolt az első hónapban.
és ezt mindenképpen kerülni kell, de nagy napozás, az, hogy több órára kifekszünk a nap alá, az szintén elősegíti a nagyobb fokú duzzanatot. Ha napon tartózkodunk, akkor érdemes kalapot használni, vagy árnyékba lenni inkább, és ezáltal ilyen mértékben lehet napon lenni, de túlzottan nem szabad az első hónapban. A műtétet követő első héten ilyen félig ülőbe kell aludni is, egész nap így kell tartózkodni ágyba. Egy hét után ezt már nem muszáj, aludhat valaki viszintesen is. Hason nem szabad 3 hónapig. Félig oldalra vagy oldalra el lehet fordulni, azonban azt tudni kell, hogy ha valaki teljesen viszintesen alszik, akkor reggelre mindig egy picit be fog jobban duzzadni az orra. Ha valaki azt szeretné, hogy reggel is jobban nézzen ki az első pár hónapban is, akkor lehetséges nyilván, vagy természetesen ajánlott, hogyha félig ülőbe alszik, de nem muszáj. A gipszevételt követően, hogyha nincsen semmilyen probléma, akkor 1-3 hónaposan kell jönni kontrollra. Amik normálisak a gipszevételt követők első 2-3 hónapban. Az orrnak a orrcsúcsi részén, mivel egy pici ideget itt átvágunk, ez egy zsibbadás vagy ilyen fonálkérzés van, és furcsán néz az ember, ennek kell több hónap, mire visszatér, tehát ez teljesen normális dolog az első pár hónapban. Az orrnak ezen a részén, hogyha megnyomjuk, vagy akármelyik részén is, 2-3 hétig pici nyomásérzékenységet lehet érezni, ez teljesen normális. Teljesen normális szintén az, hogy a orr, az előző, ahogy már mondtam is, apad duzzal, ez egy normális jelenség, ezt főleg a szemből képen lehet látni. Azonban ez nem csak kívülről, hanem belülről is észlelhető, ezért időnként rosszabb, időnként jobb az orrlégzés, és terén már azt szabad ilyenkor már fújni az orrot. Igen, tehát ezen a területen ilyen zsib, neked is van, nem ilyen furcsa, nem furcsa nézed, de ilyen furcsa az egész. Ez vissza fog jönni, csak ez több hónapot igényel, amíg az ideg regenerálódik, és addig itt ilyen furcsa fonálkérzést lehet érezni. Az orr többi területén, ha megnyomom, akkor pár hétig lehet nyomásérzékenység, mint bármilyen más frissen operált területen. Ezek normálisak, plusz az normális, hogy duzzad az orr, elsősorban a szemből képen, ez apadás, duzzadás, nem pedig konstans állandó duzzanat, és a belső is szintén apad duzzad, hát időnként jobb az orrlégzés, időnként kicsit rosszabb, de a tendencia mindig javuló. A fentiek tehát teljesen normális dolgok, amik előfordulnak és normálisak is a műtétet követő pár hétben, pár hónapban. Ha ezen kívül észlel bármiki bármit, amit zavaró vagy azt gondolja, hogy nem gyógyulás, akkor nyilván jelentkeznie kell előbb is. Ha minden rendes menetében halad, akkor 3 hónaposan van kontroll, azt követően 6 hónaposan, meg 1 évesen. A páciens szempontjából a legfontosabb pillanat az, amikor lekerül a gipsz. Nyilván nekem nem ez a legfontosabb pillanat, amikor operálom, én már tudom, hogy milyen az orr, de ők ilyenkor látják meg, úgyhogy ilyenkor a legnagyobb az izgalom, és meg fogom mutatni, hogy ez mivel jár. Sok tévhit van ezzel kapcsolatban, és hogy nagyon fáj, nagyon kellemetlen, ezt fog szeretném most eloszlatni, hogy a Biancán megmutatjuk, hogy milyen egyszerű és milyen könnyen átvészelhető egy ilyen gipszlevétel. Tehát amik az orr belsejében vannak, az orrnyálkahártyán, a belső meccések, amik nyilván nem látszódnak, azok mind felszívódó varatokkal vannak varva. Ennek elég hosszú idő kell, hogy felszívódjanak, az több hónap is lehet akár. Ha valaki belülről nézi az orrába, akkor világos kék vagy pici fehér varatok lehetnek, azt nem érdemes húzogatni, magától fel fog szívódni, vagy pedig ki fognak potyogni. Az úgynevezett kolumellán, az orrnak a középső részén vannak pici kék varatok, ezeket kell eltávolítsuk. Oké, akkor most meg fogom mutatni, hogy milyen egy varratszedés. Ezek nagyon-nagyon pici varratok, 6-0-ásak, szemmel alig láthatóak, de ahogy látszik is, ezeket ügyesen ki lehet szedni, úgyhogy szinte semmilyen fájdalom nincs. Fájt valami? Nem. Icipicit nyilván kellemetlen, de ezek nagyon ügyesen és jól kiszedhetőek, ha az embernek olyan jó kis hegyes szikepengéje van. Ennyi az egész, óvatosan, ez szinte fájdalom nélkül lehet távolítani, és ennyi volt a varratszedés, összesen körülbelül volt 15 másodperc vagy 20 másodperc, és semmilyen fájdalmat nem lehet érezni. A következőben eltávolítom a gipszet, ez nyilván a ragasztó miatt egy picit húzhatja a bőrét, ez is egy pici kellemetlenséggel jár, de nem olyan túl sokkal. Körülbelül ennyi az egész, egy picit itt alatta is. Hozzá lehet tapadva, és akkor ennyi körülbelül még ezt leszedjük. Jó. Ennyi a gipszlevétel. Ezt követően a ragasztónak ezt a ragadós részét, amivel fel volt a gipsz ragasztva, tudjuk eltávolítani, vagy kell eltávolítsuk. Ez kizárólag sebbenzin az, ami, illetve az oldja le legjobban. Ez egy picit csípheti a bőrt egy pár percig, de utána teljesen elmúlik ez az érzés, és csak egy pár percig ilyen picit csípő érzés. Ezzel lehet igazából jól eltávolítani a gipszelés után ezt a ragacsos részt az arcbőrről. Jó, picit pirosabb lehet a bőr, picit érzékeny, egy pár percig, és utána ennyi az egész.
legvégén pedig a gipsz alatt van egy ilyen papírragasztó, ami védi a bőrt, hogy a gipsz ne túlságosan tudja a bőrt felmarni vagy bántani, és a legvégén ezt távolítjuk el, szintén óvatosan, és szinte fájdalommentesen vagy kellemetlenség, nagyobb kellemetlenség nélkül el lehet távolítani. De Bianca elmondja, hogy ez mennyire fájt, lehet, hogy egy picit úgy tűnik, mintha fájna, de ez nem egy túl érzékeny dolog. Szuper. Jó, ez a kis papírragasztó volt rajta még az orra alatt, a gipsz alatt az orron. Utolsó lépésként egy icipicit megtöröljük az orrot egy ilyen alkoholos fertőtlenítővel. Ez is egy nagyon picit csíphet, vagy a belégzett gőz egy picit csíphet, de ennyi. Úgyhogy összességében szerintem egy pár perc alatt teljesen fájdalommentesen, pici kellemetlenségek árán lekerül a gipsz, és itt a tökéletes új nózi. Tehát ahogy látható, a műtétet követően van egy pici bevérzés még ilyenkor, amikor már nincsen ugyan duzzanat, de a színe látszik. A Bianca viszonylag világos bőrű, tehát az átlagnál ez jobban látható az ő szemén, egyetes korban általában már ennyire nem látszik. Amit lehet vagy érdemes tenni ennek a megelőzésé, illetve a kezelése céljából, az egyrésztről az is segít, hogyha a műtétet megelőző egy hétbe napi 1-2000 mg C-vitamint eszünk. Van egy árnika nevezetű kicsi tabletta, ami homeopátriás, ebből naponta 2-5-öt be lehet venni 2-3 nappal a műtétet megelőzően, és utána is minden nap. Illetve van egy fekete nadájtő krém, amivel szintén lehet kenegetni. Ez mind elősegít, hogy ez a pici bevérzés is minél előbb eltűnjön. És mindemellett lehet sminkelni. A gipszlevétel napjától azonnal lehet sminkelni a szemet is, meg az orrot is. Tehát ezzel make-up-pal pedig abszolút eltüntethető ez a pici bevérzés, amikor ilyen van. Ennek kell még egy pár nap, 2-3-4 nap, ez bőrtípustól függően, amíg teljesen magától eltűnik ez a szín. És ilyenkor jön el a legérdekesebb pillanat, ami egyben a legfelemelőbb és a plastikaisebb számára, amikor a páciens megtekinti az új orrát. És akkor itt van a nagy tükör, és meg tudod nézni, milyen az orrod. Nagyon szép, tökéletes orr. A profil is tökéletes, meg szemből is. Nyilván egy icipicit be van még duzzadva, főleg a szemből képen, de nagyon picit itt, meg a csontos résznél duzzad. De neked viszonylag világ vékony a bőröd, és ez nincs annyira beduzzadva, egy vastag bőrnél azért általában ez duzzadtabb, mert ilyet már most is szép, és még picivel mindig szebb is lesz. Jó? Itt van a meccés, ennek van egy nagyon pici nyoma, ez egy pár hónapig rózsaszín, utána viszont teljesen el fog halványodni, és gyakorlatilag láthatatlan lesz. Azon kívül teljesen szép az orrod. Miután a páciens megcsalálta az új orvoskáját, van még egy lépés hátra. A frissen operált orr, ahogy már mondtam eddig is, nagyon szeret bedúzzadni, és minél később adunk ennek teret, annál kevésbé fog bedúzzadni. A gipszlevételt követően egy pár napra szoktam még javasolni, ez egy papírragasztó, ennek éppen Omniscipa neve van, többfajta ebből, Sterilscipa leggyakoribb, és ez ilyen viszonylag tesz színű, a legkevésbé látható, és ezt javaslom a pácienseknek egy 3-4-5 napra felhelyezni. Vízérheti, rá lehet sminkelni, mindent lehet vele csinálni, nem akadályozza meg az életet. Egy picit látszik, de nem nagyon, és ez körülbelül 4 nap után teljesen magától annyira fellazul, hogy saját magának a páciens el tudja távolítani, azt is megmutatom majd, hogy hogyan. Tehát ez már plusz kellemetlenséget igazából nem okoz, azon kívül egy picit látható. Ebből vágunk ilyen kis csíkokat, és utána ezt fogom visszahelyezni az orra. Két hosszanti csík van a orrháttal párhuzamosan. Egy ilyen. És egy másik ilyen. Ezeket pedig keresztbe az orrházra rakjuk. Így fog kinézni a kötés, ez 4 napig marad nagy átlagban rajta, valakinek kicsit előbb jön le, valakinek kicsit később. Hajat lehet mosni, arcot lehet mosni, nyilván nem kell benne búvárkodni, vagy víz alá menni, meg tusolni, de hogyha valaki ezt a kis dolgot figyelembe veszi, vagy betartja, akkor normális életmód mellett kb. 4 napot fog kibírni. 4 nap után elkezd majd így feljönni a széle, mint ahogy most így fölhúzom, de most visszarakom. Amikor magától eddig a magasságig eljön, akkor ami lóg, azt levágjuk, és egy szemöldő csipesszel megfogjuk, és behúzzuk középre, onnan is középre. A 3 pánt lejön, és alul van egy pánt, azt itt meg kell fogni, le kell húzni ide, innen ide.
4 nap után ezt nem kell igazából húzni, csak le kell emelni, meg kell várni azt a stádiumot, amikor szinte húzás nélkül csak le tudjuk emelni, és innentől kezdve semmi nem kell az orra. És amíg fönn van ez 4 napig, addig nyugodtan lehet erre is magára rásminkelni, mert akkor kevésbé látszik az egész arcra, maga az orra, a kötésre is lehet sminkelni. Arra kell figyelni sminkeléskor, az első pár napban is, meg az műtétet követő egy hónapban, hogy ne lefele kenjünk bármit az orra, hanem mindent fölfele finom mozdulatokkal kenjünk az orra, az arcra meg bármit. Akkor ennyi volt a gipszeltávolítás, remélem nem volt túl kellemetlen, vagy könnyen ki lehetett bírni, jó? És akkor 3 hónap múlva találkozunk, ha addig bármilyen gond van, akkor kellene hívni, ha nem, akkor 3 hónapos korában egy kontroll lesz, jó? Köszönöm.